A 2013-as Magyar Motocross Bajnokság első félidejében az időjárásról szólt minden. A legváratlanabb pillanatokban csapott le az égi áldás, teljesen összezavarva a szervezőket és a versenyzőket. Hát most esik már egy 15 perce. Én azt mondom, hogy így marad. Tomi azt mondja a szerelőm, hogy elmegy az idő, nem tudom, vagy elmegy ez az eső. Tápióbicskén kezdődött a terror. Az eső szüntelenül esett, így csak az első futamokat tudta teljesíteni a mezőn. A HTS KTM Team Svoboda Bence révén egy második helyezéssel kezdett az NX2-es kategóriában. Németh Cornelis Szőke Márk pedig egy dupla győzelemmel ajándékozta meg a csapatot az MX1-es gőposztályban. Ebben a körülményekben is 100%-on kell motorozni. Akkor kezdődik, hogy ki mennyire tökös gyerek, mennyire vállalja be az ugrókat minden körben, még ha keresztbe is megy rá, elhúzza a gázt, vagy nem megy mondjuk egy 30 méteres asztalon. Hódmezővásárhelyen, a bajnokság második fordulóján az edzéseken ázott szét a pálya. A futamokra ugyan elállt az eső, a nagy sártenger azonban újra nehéz feladat elé állította a versenyzőket. Németet egyszer megtréfálta a csúszós talaj, egy ugratónál nagyot esett, ennek ellenére újra megnyert minden MX1-ben. Meg is ütöttem egy kicsit a vállam el a könyököm, meg összeszedtem ezt a monoklit. Svoboda az ellenfelek hibáit kihasználva nyerte mindkét futamot, és a pontvadászatban is átvette a vezetést. Beálltam egy biztos tempóra, nem voltam megelégedve vele, azt hozzárakom, de úgy gondolom, hogy jó úton járok, hogy az újra visszanyerjem a saját formámat, és ott folytassam, ahol tavaly abba hagytam. Ácson, a harmadik állomáson, végre száraz pályán rajtolhatott el a mezőny. A füllet első futamokon papírforma eredmény született. Svoboda megint nyerte az MX2-t, MX1-ben pedig Németh szokása szerint oktatott. Az eső az MX1-es futam leintése után érkezett meg, de nagyon. A pálya használhatatlan lett, a csapat sátrakban bokáig állt a víz. A versenyigazgatóság törölte a második futamokat. Igen, a versenyigazgató, most hallottam a rádión az adást, hogy az időjárásról tekintettel törölték a mai napot véglegesen. Három kategória egy futamból lesz értékelve, a meghívásos pedig törölték végleg. Az üldözők nehéz helyzetbe kerültek ezzel. Két futammal, vagyis egy teljes fordulóval kevesebb pontszerzési lehetőségük lett így az idei bajnokságban. A Svobodát üldöző Firtosvári Gábor 11 pont lemaradásban volt a negyedik forduló előtt MX2-ben, a Németh Cornelit hajtó Marosi Dávid pedig 35 pont mínuszban állt az MX1-es kategória második helyén. A bajnokság negyedik fordulóját Kókán két nagyon fontos változás is befolyásolta. Megérkezett a kánikula, ami kondicionálisan még nagyobb terhet rótt a motorosokra. A másik fontos változás, hogy Németh Cornél egy külföldi verseny miatt nem tudott rajthoz állni, így MX1-ben nyitva állt az út az ellenfelek előtt. A HTS KTM teamben Szőke Márkra hárult a feladat, hogy Németh távollétében dicsőséget szerezzen a csapatnak. Szőke meglehetősen szélsőséges viszonyt ápol a kókai pályával. Tavaly majdnem elvesztette itt a bajnoki címet. Tavaly évben ez a kókai verseny, az első futamhoz nagyon jó kijött, ott is tudtam nyerni, de a második futamban egy szerelői hiba miatt kifogyott a benzin. Szőkét akkor nagyon megviselte az eset, de az év végén sikerült megnyerni a bajnoki címet. A tavalyi fiaskó idén is nagy nyomást tett a bajnokra, a futamok előtt mégis magabiztosan várta a rajtot. A startot elviszem, aztán onnan, amit edzésen csináltunk, az időket jó beosztani, az első 3-4 kört megnyomni, aztán kicsit így visszaereszteni, és a közepén megint megnyomni. Az első startnál a kimenetkor kicsit elrontottam a start kimenetet, és kimentem jobb oldalra, és ezáltal másikat nem csak rajtolni. Próbáltam egy olyat felzárkózni saját magam mögé, hogy ilyen egy-két másodperces szórások legyenek az időmben. Ez ment is, csak hát a lekörözöttek azok azért eléggé betettek futam közben. Azt hiszem, hogy jobban fogok menni, hogy jobban át tudok lépni a többiektől.
De hát elég nehéz úgy, hogy nincs annyi motiváció, mint mondjuk valakivel küzdesz, és akkor mész, és akkor mindent bármit megteszel. Most kicsit finomabban a fordulókban is azért, de megtettem mindent. A tavalyi bajnok megnyerte mindkét kókai futamot, ezzel már ő vezeti az MX1-es kategória pontvadászatát. A hátralévő két állomáson már nem is muszáj nyernie ahhoz, hogy megvédje bajnoki címét. De azért nem lehet biztos a dolgában, a hibázás lehetősége mindig benne van a pakliban. Svoboda Bencéhez, a HTS KTM MX2-es bajnokához mindig is jó volt a kókai pálya. Tavaly a tikkasztó hőségben parádis győzelmet aratott itt. Akkor így emlékezett vissza a küzdelmes futamokra. Viszonylag könnyen mentek a körök, és tényleg minden a helyén volt, csak olyan problémám volt, hogy nagyon meleg volt itt út közt, és a levegőm kezdett elfogyni a végére. Azt érzed, hogy nincs tovább, egyszerűen meg kell állni, de hát nekünk nincs olyan, hogy megállás. Annyi segítségünk talán van, hogy például egy ilyen pályán nagyon nagy lefelébe ugye jön a menetcél, és kicsit hűt, de ott mindig egy kanyar jön, és mindig megáll a levegő. Szóval szerintem akarat elő kérdése az egész, hogy itt ma végment valaki. Nagyon örülök ennek a napnak, mert újabb kettős futamgyőzelemmel vezetem a bajnokságot, és minden így alakul, akkor nem lesz probléma szerintem a bajnoki címmel. Az idei verseny sem ígérkezett könnyebbnek. Riválisa, Firtosvári Gábor csak 11 pont lemaradásban volt tőle. Ráadásul a kókát megelőző hét nagyon rosszul sikerült Bence számára. Éreztem magamon ma, a mai napon, hogy kicsit fáradtabb vagyok, kicsit nehezebben megy a motorozás. Lehet, hogy lelkileg nem voltam olyan toppon most a mai nap, mint szoktam. A másik rajta nem is sikerült olyan túl jól. 2-3-4 kör talán ment a Firtosvári kacsa előttem. Nem akartam túl közel menni, mert megsérült a csuklom az első futam, és nagyon fájt, és hogy lőtte a földdarabokat nagyon megütötte. Próbáltam megelőzni, csináltam egy 2-3 hibát, közel kerültem hozzá, és tulajdonképpen újból egy ilyen hibára késztettem, amit kihasználva el is mentem tőle. Onnantól 2-3 kört igen jól meg tudtam csinálni, elszakadtam tőle körülbelül 10 másodpercre. Nem ment olyan könnyen a motorozás, ma hozzáteszem, szóval kifejezetten nehéz volt így a vége fele menni. Megnyertem a futamot, megnyertem a versenyt, és így szereztem a HTS csapatnak egy újabb győzelmet. Megpróbálom így befejezni ezt az évet, és ha így sikerül, akkor úgy gondolom, hogy ez is egy sikeres év lesz. Svoboda újra megnyerte a csatát Firtosvárival szemben, ezzel a két futamgyőzelemmel 17 pontra növelte előnyét az MX2-es kategória pontvadászatában. A magyar bajnokság utolsó két állomása mindkét kategóriában tartogat izgalmakat, még bármi megtörténhet. A következő adásban a nyáregyházi verseny összefoglalójával jövünk.